és ami talán a fiatalokat, az egyetemista korosztályt érinti. Most dolgozunk azon, és itt csak egy dolgot tudok kiemelni, a lehetőségen, hogy hogy lehet még a családi életre, a házasság kötésre, illetve a gyermekvállalásra még valamilyen segítséget adni a fiataloknak. Éppen ezért az egyetemistákat érintő pozitív döntések, vagy egyetemista korúakat érintő pozitív döntések lehetnek még a következő fél év során, amelyek a gyermekvállalást, a házasságkötést segítik. És május 26-án indítanánk egy csúnya szóval mozgalmat, táncválasztó, párválasztó címmel, aminek egyik állomása Debrecen is lesz. Egyébként több nagyvárosban, Budapest lesz a központ, és több nagyvárosban szeretnénk segíteni azoknak a fiataloknak, akiknek a tanuláshoz megvan a lehetőségük, a munkához megvan a lehetőségük. És leginkább ez utóbbiaknál van a legnagyobb gond. De valahogy belefeledkezve a munkába, a tanulásba sokszor gond maga a párválasztás is, a kapcsolatteremtés is. Az a lehetőség, hogy kulturált és amennyire lehet normális körülmények között találkozhassanak. Erre is elindítunk egy olyan támogatást és lehetőséget, amely fiatalabb korosztályt érinti.